Két pandémiás év után úgy tűnik visszatér az élet a rendes kerékvágásba a Misinánál is, mondja Farkas Tamás, a Természet és Állatvédő Egyesület elnöke. A táborokat szerencsére nyaranta meg tudták tartani, mert akkora mindig feloldották a karantént. Idén újra fogadják az iskolás és óvodás csoportokat, és szervezetvezetést tartanak nekik. Nagy előny, hogy nem csak kutyák, hanem cicák, hanem rajtuk kívül nagyon sok minden mással is megismerkedhetnek. Éppen a kecskék most kerültek vissza a saját helyükre, és egy nagyon látványos történet volt, hiszen 20-25 kecskét sétáltattunk itt a telepen. Hadd mondjam, a nagyon okos állat a kecske. Ugye két hetet töltöttek biofűnyíróként egy másik területen, itt az állatmenhely területén, és két hét után is ők majdnem önállóan mentek vissza a helyükre, tehát tudták, hogy hol a helyük. Okos állat a kecske, és mindent megeszik. Idén 4 tábort rendez az Állatvédő Egyesület. Ezeknek a részleteiről a szervezet honlapján is lehet tájékozódni. Idén változás áll be a közkedvelt lovas és kutyás táborokban. Külön nem lesz ilyen, csak összevontan tartják meg azokat. Ennek több oka van. Egyrészt úgy tűnik, hogy nagyon sok olyan kutyás gyerek volt, aki a lovakat is szerette, és viszont, illetve itt talán egy kicsit szélesebb spektrumban is megkeltetnek meg a gyerekek az állatokkal, hiszen ebbe a könyv minden belefér. A tábor során vannak kutyás foglalkozások, vannak lovas foglalkozások, van kecskesétáltatás, van díszállat bemutató, van különleges állatok bemutatója, megismerkedhetnek az itt lévő vadállatok közül azokkal, akik itt is élnek nálunk hosszú távon, például Fifivel, a vaddisznóval. Tehát nagyon, nagyon látványos a program. A kutyás és lovas táboroknak állatvédelmi és gyerekvédelmi okai is voltak, teszi hozzá az állatotthon vezetője. Az állatmenhely egyben lómenhelyként is működik, az itt élő lovak pedig már elég idősek ahhoz, hogy naponta intenzívebb igénybevételnek legyenek kitéve, amit egy gyerektábor megkíván. A kutyák közül kevés a kistestű tréningezésre alkalmas ebb, csak pitbullból van bőven. Ezért egy kíméletesebb összevont lovas-kutyás tábor várható idén, mondta Farkas Tamás.